Szóval először azt gondoltam, hogy Marisa süket. Egyáltalán nem reagált semmire. Még a hangos zajokra sem reagált. Máshogy nézett ki, mint ahogy egy egészséges gyerek kinéz. És a feje is olyan nagynak tűnt. Nap mint nap megijedtem, mikor megláttam, mikor pelenkáztam, mikor együtt voltunk. És nagyon gyengének is tűnt, és gyenge is volt. Abba kellett hagynom a szoptatását, és ez nagyon nehezemre esett. Pontosan mi volt más? A bőre olyan ráncosnak nézett ki, mint amilyen egy idős emberé. És a teste is olyan fejletlen volt, olyan sovány és élettelen. Csak úgy feküdt, én pedig nem tudtam rajta segíteni. Mi volt a diagnózis? Tulajdonképpen a neurológus mondta ki először, hogy a gyermekünk fogyatékos. Ez nagyon megrázott bennünket. Emlékszem, hogy amikor a klinikától hazafelé tartottunk, kénytelen voltam megállni az út szélén, mert mind a ketten csak bőgtünk, mert ez az egész, ami velünk történt, olyan felfoghatatlan volt. Sokként ért minket. Teljesen le voltunk taglózva. Az ülszülöttkori vizsgálatnál Marisa 10 lehetséges pontból 10 pontot ért el. Marisa makkészséges. Amikor a gyerekorvos a szülőknek azt tanácsolja, hogy oltassák be a lányokat, az anyára először is bizonytalan. Az orvos óvainti őket az oltás elmulasztásától. Fontos, hogy a gyerek megkapja a lehető legjobb védelmet. Előtte nem nagyon tájékozottunk az oltásokról. Csak jót akartunk a gyerekünknek, mint ahogy az összes szülő csak a legjobbat akarja a gyerekének. És a minimumra akartuk csökkenteni a rizikó esélyét. Azoknak a gyerekeknek, akiknek előzőleg agyhártyagyulladásuk volt, 5%-a vagy értelmi fogyatékos lett, vagy mozgássérülté vált. És azt, hogy fogyatékos legyen a gyermekünk, azt semmiképpen nem akartuk. 4 hónapos korában Marisa 3 komponensű oltást kap. Diftéria, tetanusz és HIB. 3 hónappal később az emlékeztető oltás diftéria és tetanusz ellen. Ezután 2 hónappal a gyerekorvos javaslatára 2 további oltás. Gyermekpénulás poliomielitis ellen és a HIB emlékeztető oltás. Marisa kicsi, vékony testének 7 támadást kellett elviselnie az első születésnapja előtt. Azután pedig minden megváltozott. Az oltások az orvostudomány rendelkezésére álló legfontosabb és leghatékonyabb megelőző intézkedések közé tartoznak. A modern oltóanyagokat a szervezetünk jól fel tudja dolgozni, és a nem kívánt gyógyszer mellékhatások is csak nagyon ritka esetben lépnek fel. Állítja a Robert Koch Intézet hirdetési oldal. A Robert Koch Intézet a Német Szövetségi Köztársaság legfelsőbb szintű betegségek megelőzésért és nyomonkövetésért felelős hatósága. Elkészült a legújabb statisztika a parlament úgynevezett KICS tanulmányának kimutatásából, amiből egyértelműen kiderül, hogy a be nem oltott gyerekek még egészségesebbek is. Tehát ez a kijelentés egyáltalán nem igaz. Igen, egyszerű a magyarázat arra, hogy miért mondják ezt. Mivel az oltóanyagok, illetve oltások következtében felépő mellékhatásokat azt kell, hogy mondjam, hogy éppen, hogy nem maguk az oltóanyagok okozzák, hanem azok az adalékanyagok, amiket az oltóanyagokhoz használnak. És mivel ezeket nem veszik figyelembe ennél a kijelentésnél, így az adalékanyagok mellékhatásait sem vehetik figyelembe. Juliane Záher azok közé, az orvosok közé tartozik, akik ellenzik az oltásokat. Ha a politika ugyanilyen döntéseket fog hozni, mint eddig, akkor attól tart, hogy az oltáskárosodottak száma Németországban 35 millióra fog növekedni.
Kevés dologra specializálódtam, azoknak viszont gondosan utána nézek, és azokban jól kiismerem magam. De tudom azt is, hogy ezt más orvosok bizonyos dolgokban nem engedhetik meg maguknak. Főleg akkor nem, hogyha betegbiztosítós engedéllyel rendelkeznek. Nincs is idejük rá. És így elhiszik azt, amit a hivatalos helyeken mondanak. Ebben az esetben például a Robert Koch intézet a felelős az oltásokért, de nekik egyáltalán nem lehet hinni. Épp ez a probléma. Alexander K. 5 hónaposan DTP oltást kapott. Agykárosodást szenvedett. Megvakult. A nagyagya majdnem teljesen tönkrement. Gabi orvosa tanácsára dél-amerikai útja előtt beoltatta magát diftéria, tetanusz és gyermekbénulás ellen. 3 héttel később ízületi fájdalmak jelentkeztek nála. Először az új ízületeiben, aztán a váll ízületeiben. Aktuális diagnózisa folyamatosan romló SM. Japán leáll az oltásokkal, miután 4 gyermek meghalt. Akarata ellenére beoltottak egy idős nőt az idősek otthonában, aki röviddel ezután meghalt. A lányunk meghalt az egészségügyminisztérium által sokat reklámozott méhnyakrák elleni oltás után. Fiatal volt, sportos, egyetemre járt. Sajnos az orvosok megpróbálják kimagyarázni a helyzetet, ahelyett, hogy bevallanák az igazságot. Fiunk 6 héttel a kombinált oltás után légzésbénulás miatt meghalt. A halál hivatalos diagnózisa hirtelen bölcsőhalál. A teljesen egészséges fiunkat 4 hónapos korában reggel 9 órakor beoltották, és este 17 órakor halott volt. Az ezt követő bontolás eredménye hirtelen bölcsőhalál. Ez volt a Szövetségi Egészségügyi Minisztérium által javasolt alapoltások közül a második, amelyet a gyerekekre vonatkozó rutinoltási terv keretében adnak be. Hónapról hónapra egyre egyértelműbb lett, hogy Mariza nem úgy fejlődik, mint a többi vele egy idős gyerek. A testét nem érzékelte megfelelően, az izom ereje és izomtónusa csökkent. Az orvosok egyre egyértelműbben nyilatkoztak, most már ők is nyilvánvaló retardációról beszélnek. Mariza fele olyan fejlettségi szinten van, mint a hány éves. Milyen okokat állapított meg a vizsgálat? Ezt senki sem mondta meg azóta sem pontosan. Úgy hallottuk, hogy sejtpusztulás következtében beálló sejthalál. Vagy ami még jobb, szülés közben bekövetkezett oxigénhiány. A leletekben állandóan tisztázatlan eredetű, nem egyértelmű mentális retardációról volt szó. Azt gondolom, hogy ez inkább a tehetetlenség jele volt, és nem annyira az egyértelmű diagnózis. Szóval ma már tudjuk, hogy az oltások okozták lányunk egész életére szóló egészségkárosodását. A KIGIS tanulmány szerint az oltások 2%-ában súlyos mellékhatások lépnek fel. Ez évente több mint 40 millió oltásnál 800 000 olyan esetet jelent, amelyeknek súlyos egészségkárosodás lépett fel az azt megelőző oltást követően.
A Merck gyógyszer és oltóanyag gyártó céget két saját tudósa kapta rajta azon, hogy éppen az egyik oltóanyag hatékonyságára vonatkozó adatok meghamisításán dolgoztak, mégpedig úgy, hogy állati antitesteket adtak a levett vérmintához. A PEI évek óta vonakodik meghatározni annak a kritériumait, hogy mi tartozik az oltási károsodás kategóriájába, valamint hogy hogyan lehet felismerni és más betegségektől megkülönböztetni azt. Ez azonban nem a népvédelmében végzett kötelességtudó gondoskodás, hanem egy gonosz, rosszindulatú erő. A GlaxoSmithKline 3 milliárd dolláros kárpótlás fizetésére kötelezték. A vád, az orvosok lefizetése, hamis adatok szolgáltatása az amerikai gyógyszerhatóság FDA számára, klinikai tanulmányok adatainak visszatartása és félrevezető reklám. Angliában a 16 és 18 év közötti fiatalok 50 USA dollár értékű vásárlási utalványt kapnak, ha beoltatják magukat a Gardasil HPV elleni oltóanyaggal. Svájcban 2012 végéig a méhnyakrák elleni oltást a körzeti oltási kampány keretében a 15 és 26 év közötti nők ingyenesen megkaphatják. Németországban a 12 és 17 év közötti lányok számíthatnak rá, hogy átvállalják helyettük a HPV oltás költségeit. A gyógyszeripar eddig még sohasem riadt vissza attól, hogy mérgező és káros termékeket dobjon piacra. Például a Contergant, amit a tilalom ellenére hamis név alatt továbbra is eladtak. A Salzburgi szülői kezdeményező kör körülbelül 1400 oltatlan gyerek adatait gyűjtötte össze. Az eredmény, az oltatlan gyerekek egészségesebbek és kiegyensúlyozottabbak, mint beoltott társaik. Az első öbölháborúban részt vett amerikai katonák Squalint is kaptak oltásra segítésként. Minden negyedik katona megbetegedett az öbölháborús szindrómában. A Rockefellerek a hagyományos gyógyászat és a nagy gyógyszergyárak monopóliumának legfontosabb hajtóerői. Kezdve ott, hogy az orvosi egyetemi karokat és az amerikai orvosi egyesületet AMA támogatják anyagilag, folytatva azzal, hogy a természetes szereket kiszorítják a szintetikus gyógyszerek által. 1900-ban a J.P. Morgan Rockefeller szindikátus megvette az Encyclopedia Britannica összes olyan jelentését, amelyek az oltások negatív hatásairól szóltak, és azonnali hatállyal eltávolította őket. 248 meg nem született gyerekteste úgy hever szanaszét egy orosz erdőkkel borított területen, mintha csak zavaró szemét lenne. A kék műanyag kukákból és kiszakadt zacskókból 2-4 hónapos embriók maradványai budjannak ki. Valószínűleg olyan érintetlen, vagy pedig megmaradt vizsgálati anyagokról van szó, amelyeket eredetileg oltóanyagkutatásokra akartak használni. A gyógyszeripar főként a megfertőződés elméletével érvel, valamint az antitestekkel. Immunrendszerünk sok oldalú. A kutatók ma már tudják, hogy az antitestek a betegségekkel szembeni védelemben kevesebb, mint 5%-ban játszanak szerepet. Az oltóanyagok fejlődésének történetét oly sokszor dicsőségesnek állították be. De ha pontosan megfigyeljük, egész más képet mutat a dolog. Robert Koch számít a tuberkulózis kórokozó felfedezőjének. Koch anyagi hasznot próbált húzni a felfedezéséből. Kifejlesztette a tuberkulin nevű gyógyszert. Kevéssé ismert, hogy a hatóanyagot állatokon és a második feleségén tesztelte. A szer piaci bevezetése után megjelentek az első halálesetek és kitört a tuberkulin botrány. Koch szabadságot kért és elutazott Egyiptomba. A himlő elleni oltás valódi története. Az 1801-től végrehajtott oltási akció után szabályszerű járványok léptek fel. Ezek csak akkor tűntek el, amikor az 1970-es években abba hagyták a teljes lefedettségű kötelező oltást. A 19. század vége felé 4 nagy baleset történt a himlő oltások közben. A lepra széles körben elterjedt, és emberek százai haltak meg. Egymással megegyező beszámolók arról számolnak be, hogy a spanyol nálta valójában egy globális, az egész világra kiterjedő oltási bűntény volt.
A becipelt járványt még 2 évig életben tartották azáltal, hogy olyan mérgező drogokat adtak be az embereknek az oltáson keresztül, amelyekről azok azt gondolták, hogy jótékony gyógyszerek. Az influenzát csak a beoltottak kapták el. Valójában az orvosok ölték meg őket. A beoltott katonák között 7-szer több megbetegedés fordult elő, mint a be nem oltottak között. Napóleon bevezette az oltási kényszer egy bizonyos formáját, beoltatta a katonáit. Az oltást csak az erősek élték túl, a gyöngék nem. Aki ezt a folyamatot túlélte, az nem azért volt védett, mert beoltották, hanem mert jobb fizikai adottságokkal rendelkezett. Az a katona, aki túlélte, katonai rangot vagy állami beosztást kapott. Ez valójában egy kiválasztási folyamat volt. Csak kevés olyan ember van, aki a gyógyszergyárak hatalmas falai mögé tudott nézni. Közülük az egyik legjelentősebb Daniel Trapics, az oltási szabadság hálózatának keretében olyan adatokat gyűjtött össze, amelyeket az átlagpolgár sose tudna meg. Trapics úr, az oltóanyagok összetétele nagyon speciális. Mit tud erről mondani nekünk? Az átlagpolgár azt gondolja, igen, van benne néhány vírus, egy kis víz és talán 2-3 tartósítószer. Ennyi és kész, de ez egyáltalán nem így van. A legnagyobb probléma az, hogy a gyártó nem tartozik beszámolási kötelezettséggel. Tehát igazából csak arról kell nyilatkozni, hogy mit tett bele a gyártás utolsó lépésében. És oda valami olyat lehet beleírni, hogy az egész ne csak úgy nézzen ki, mint egy cukros víz vagy egy izotóniás oldat. De azt, amit előzőleg az egész folyamat során beleraktak, például tiomerzál, alumínium-hidroxid, formaldehid, stb., azt nem. Minden oltás körülbelül 80-100 összetevő tartalmaz, összesen pedig körülbelül 150 különböző összetevő létezik, azt nem kell a gyártónak bevallania. Ez azt jelenti, hogy valójában azt keverhet bele, amit akar, tehát valamit eltitkolnak. Azt is mondhatnák, hogy semmi gond, mindent nyilvánosságra hozunk. Itt van, olvassatok utána, nézzetek utána, stb. De ők eltitkolnak valamit. De man kann doch sagen, hey, kein Problem, ich lege alles offen, hier lest nach, schaut nach und so weiter, es wird verheimlicht. Az összetevő 98%-a tiszta idegméreg, és az oltóanyag engedélyezésének időpontjától kezdik el kipróbálni. Egy oltóanyag vagy egy gyógyszer engedélyezésének első 5 éve klinikai tanulmánynak számít. Ezen kívül a formaldehid majdnem minden oltóanyagban benne van. Ez az az anyag, amit a bútorgyártók már rég nem használhatnak fel bútoroknál, mert köztudott, hogy ha az ember ezek között a bútorok között él, és ezt az anyagot belélegzi, akkor az rákot okoz. De a 2 hónapos gyerekek testébe csak úgy, minden további nélkül be lehet fecskendezni. És akkor még azt állítják, hogy ettől várnak majd erős és egészséges felnőttek ki. Az USA-ban a szamárköhögés elleni oltóanyagnál pertussis oltóanyag, ez áll mellékhatásként hangos, lecsendesíthetetlen, ez azt jelenti, hogy nem lehet a gyereket megnyugtatni, akár 2 óráig is eltartó sírás, ez áll nálunk benne. Az USA-ban az áll benne, hangos, lecsendesíthetetlen, akár 2 óráig is eltartó sírás, ami hirtelen bölcsőhalállal végződik. Ezt a mondatot a német nyelvterületen kivették, mert attól féltek, hogy ez nyugtalanítaná a szülőket. A Meyer család erről persze semmit sem tudott, vagy éppen nem is tudhatott semmit. Maríza időközben 19 éves lett. Fejlődési visszamaradása még mindig körülbelül életkorának a fele. Annak ellenére, hogy Maríza a hétköznapokban nem ismeri fel a veszélyeket, a család megtalálta módját, hogy hogyan tudnak a fogyatékossággal együtt élni. Marízának 24 órás felügyeletre van szüksége. Az érzékelése fejletlen. A hétköznapi szituációk megoldása állandó nehézséget okoz neki, és állandó korlátokba ütközik. Ön mit mondana végül is, ki a felelős? A szülők, az egészségpolitika vagy az oltóanyaggyártó? Vagy ez a véleménye, hogy az orvosok felelnek az oltások következményeiért? Igen, így van, hogy az orvosoké a teljes felelősség. De mivel ez nem mindig bizonyítható ilyen könnyen, ezért általában még mindig a beteg viseli a felelősséget. Az viszont tény, hogy a gyártó már nem vállal felelősséget.
Például az USA-ban most 2009-ben a sertésinfluenza kapcsán, ami egy nagy csalás volt, a kormány megvédte az egész gyógyszeripart, és azt mondta, hogy semmilyen kárért nem felelősek. Hogy ezt aztán ezzel párhuzamosan törvényerőre is emelték, az pedig aztán tiszta őrület. Das ist ja parallel dazu ein Gesetz geworden. Das ist ja der helle Wahnsinn. Milyen nehézségekkel számolhat egy olyan orvos, aki nem akarja beoltani az embereket? Hát igen, ha egy orvos nem akar oltani, azt esetleg feljelentheti az orvosi kamara. Nyomozási eljárás indulhat ellene, és aztán elveszítheti az engedélyét is. Az is előfordulhat, hogy azután nem dolgozhat már orvosként tovább. Igen, jó napot kívánok! Igen, jó napot kívánok, doktornő! Örülök, hogy van egy kis ideje rám. Az Orvosvédelmi Szövetségtől jövök, és szeretnék feltenni önnek 2-3 rövid kérdést. Először mondja meg, hogy mi az, hogy Orvosvédelmi Szövetség. Aggódó páciensek szövetsége vagyunk nemzetközi szinten. Fel szeretnék világosítani az orvosokat arról, hogy sokszor nem is tudják, hogy mit is tesznek, és hogy a gyógyszergyárak valójában kihasználják őket. Föl is tenném önnek az első kérdést, és akkor azonnal meg fogja érteni, hogy miről van szó. Helyesnek tartja azt, hogy az oltóanyagok beteg tájékoztatóján nem tüntetik fel az összetevőket? Még egyáltalán nem gondolkoztam ezen. Miért tagadhatja meg egy gyógyszergyár, ha nyilvánosságra hozza az oltóanyagok összetételét, és azokat ipari titokként őrizze? Nem tudok hozzászólni, és most nem is gondolkozom ezen. Igen. Csoda szép napot kívánok a Nemzetközi Orvosvédelmi Szövetség nevében. Lenne egy kérdésem önhöz. Igen. Az oltások beteg tájékoztatóján nincsenek feltüntetve összetevők, ugye? Igen. És ön mit szól ehhez? Így van, rendjén. Igen, de hát tudja, hogy mi van az oltóanyagokban? Most ki akar oktatni, vagy hogy értsem ezt? Nem értem önt, nem ismerem önt, és különösen nem adok önnek semmiféle információt. Tudja, én egyszerűen csak azt szeretném megtudni, hogy hogyan képes gyerekeket beoltani, hogyha nem is tudja, hogy mit tartalmaznak az oltások. Persze, hogy tudom, hogy mi van benne, de nem adok ki önnek információt, nem tudom, hogy ki jön, kérem. Csak azt szeretném, nem tudom, mit mondjak önnek, most már elég volt ebből. 30 éve vagyok orvos, és nem hagyom, hogy így fölém kerekedjen, oké? Nem lenne olyan szó. Nem, elég volt. Jó napot, doktor úr, feltehetnék önnek egy kérdést? Igen. Helyesnek tartja azt, hogy az oltások beteg tájékoztatójában nincsenek feltüntetve az oltóanyag összetevői? Nem, ezt nem tartom helyesnek. Az a kérdésünk, hogy hogyan tud a szülőknek objektív tanácsokat adni, hogyha nem is tudja, hogy mi van benne. Éppen vizsgálat közben vagyok, és már 100-szor megmondtam az asszisztensnőmnek, hogy soha ne adja a telefont rendelés közben. Ezt már az elején megmondtam neki. Oké, viszont hallásra. Hallotta, hogy formaldehid és higany van az oltóanyagokban? Nem. Utána szokott olvasni, hogy mi minden van az oltásokban? Nem, ilyenre nincs időnk. Minden oltás tartalmaz higanyt. Tud róla? Igen, lehet. És akkor higanymérgezést lehet kapni az oltástól, vagy mi? Pontosan. Időközben már ott tartunk, hogy minden beteget tájékoztatnom kell arról, hogy milyen lehetséges oltási károsodások léphetnek fel nála, ha beoltom. És ha ezt besületesen megteszem, akkor ordítva fog kirohanni a rendelőmből. A beteg tájékoztatóban ugye nincsenek feltüntetve, hiszen a gyógyszergyárak megtagadják az összetevők kiadását. Ezt a kérdést küldje hozzánk írásban, és akkor szívesen válaszolunk önnek. És is spontán semmit sem tud ezzel kapcsolatban mondani? De, mindent el tudnék mondani, de nem teszem. És miért nem? Mert nem szeretnék. De mondhatna gyorsan néhány információt. Köszönöm szépen, rendben. Én pedig továbbra is fogok oltani. Rendben. Higannyal, formaldehiddel, bármivel. Teljesen mindegy, hogy mivel.
Természetesen nehéz az orvosoknak ezt ilyen részletesen nyomon követni, és meg is értem, hogyha valaki nem tud ezekről a dolgokról. Sok mindent én sem tudtam, de ma már sok szó esik róla, hogy a páciensek is informálódnak és rákérdeznek az orvosnál. És szerintem ez már elég okot szolgáltat arra, hogy amennyiben mi magunk is oltunk, igen, én már sok év óta nem oltok, szóval, ha mi magunk is oltunk, akkor meg kell vizsgálni, hogy a jó oldalon állunk-e, és akkor nagyon gyorsan észrevesszük, hogy nem a jó oldalon állunk, ha oltunk. Ez a szilárd meggyőződésem. Ha a szülőkben felmerül a gyanú, hogy gyerekük esetleg oltáskárosodást szenvedett, sokszor azt sem tudják, kihez forduljanak. Ramona Kriszt az oltási károsultak védegyletének vezetője. Egyesület egész Németországban küzd azért, hogy az oltási károsodásokat elismerjék. Az oltáskárosodásoknak azonban csak nagyon kis hányadát jelenti. Azt mondják, hogy nagyon sok a bejelentetlen eset. Elsősorban az orvosok, valamint a helyileg illetékes egészségügyi hivatal kötelessége lenne ezeket jelenteni, de sokszor ez a megoldás is kudarcba fullad. Ön mit ajánlana egy fiatal családnak? A család ugye csak jót akar a kisbabának, az oltási naptár viszont 7 oltást ajánl a 2 hónapos csecsemőnek. Igen, ilyen esetben csak azt tudom tenni, hogy megpróbálom nekik mindazt átadni, amit évek hosszú sora alatt felismertem. Azt is elmondom nekik, hogy nem muszáj elhinniük, amit mondok, de azért továbbadom nekik az összes információt, amit tudni szeretnének ahhoz, hogy aztán el tudják dönteni. És ha aztán úgy döntenek, hogy beszeretnék adatni az oltást, akkor más orvoshoz kell menniük. Nálam ez nem megy. Ez magyarul azt jelenti, hogy azt a családot nem oltaná be? Nem, semmi esetre sem. Nem tudnám összeegyeztetni a lelkiismeretemmel. Egyszerűen nem megy. Nem fogok már oltani. A Lufthansa-nál eleget oltottam. Többet nem teszek ilyet. Nem Julian Záher az egyetlen orvos, aki harcol az oltások ellen. Az antitestek megléte még nem jelenti immunvédelmet. Nincs is rá bizonyíték. Az antitestek arányát mérik a vérben. De az, hogy mérhetőek az antitestek, még nem egyértelmű bizonyíték az immunitásra. Immunvédelmünknek nem ez az egyetlen alkotó része. Ezt egyszerű megfigyeléseken alapuló tanulmányok segítségével könnyen tisztázni lehetne, de mégsem teszik meg. Mikor egy oltóanyagot engedélyeznek, nem vizsgálják meg, hogy a beoltottak ritkábban betegszenek-e meg, és egészségesebbek-e azoknál, akiket nem oltottak be. A gyógyászok közül egyik nagy név sem oltott soha. Tudják, nekünk mindig azt mondták, ki tudjuk írtani a betegségeket, ugye? Már eddig is írtottunk ki betegségeket, de nem tudunk kiírtani betegségeket, csak azokat az előfeltételeket tudjuk megszüntetni, amik betegségeket okoznak. Az életkörülményeket javítani, a pest is oltás nélkül tűnt el. Ha a WHO és a tesztestársai komolyan gondolnák, akkor felvilágosítanák az embereket a félelemkeltés helyett, vagy ahogy hallottuk, a fenyegetőzés helyett, mert ők fenyegetőznek. Arról ismerjük fel, hogy ki szeret minket, és ki akar kizsákmányolni, hogy ki fenyeget meg minket. Ebben az épület együttesben székel The World Health Organization, WHO, magyarul egészségügyi világszervezet. 1948-ban azzal a céllal alapították meg, hogy az összes nemzet a lehető legmagasabb szintű egészségi állapotra juthasson el. 194 tagállamának köszönhetően a globális egészségügyi kérdésekben a világon az első helyen áll. Mi pedig most itt állunk Genfben, hogy továbbadjunk önöknek néhány meglepő információt. A betegségek és a járványok kontrollálása céljából a WHO intézkedéseket hoz, többek között járványokkal kapcsolatos terveket is készít. Logikus dolog, de nem mindig működik, ahogy ezt a legfrissebb esetek is bizonyítják. Amikor a sertés influenza vírus AH1N1 felbukkant, a WHO kihirdette a legmagasabb fokú járványellenes készültséget, mire a kormányok oltóanyagokat és influenza elleni szereket rendeltek. Csak Németországban körülbelül 280 millió eurót költöttek erre. Idézek a Badische Zeitung újságból, nagy hűhó és iszonyú magas költségek. 280 millió eurót fizettek egy olyan járványra, ami valójában nem is volt járvány. Mi volt a gond a sertés influenza leküzdésekor? Kritikára főleg az adott okot, hogy a WHO oltási részlegének akkori igazgatónője Dr. Marie Polkini a WHO-nál való tevékenysége előtt a francia transgén gyógyszergyárban dolgozott. A transgén stratégiai partnerséget tart a svájci Roche gyógyszeripari koncernnel.
Dr. Wolfgang Bodarg, SPD politikus, az Európai Egészségügyi Tanács elnöke. Megpróbálta kideríteni, hogy van-e alapja annak a gyanúnak, hogy a WHO és a gyógyszeripar között szoros együttműködés állt fenn. Idézem tőle. Nagy a gyanúja annak, hogy az ipar befolyással volt a WHO-ra. Arra, hogy az egész egy vaklárma volt, arra tudományos bizonyítékok vannak. Már 2005-2006-ban is hasonlóan zajlottak a dolgok a madárinfluenzával kapcsolatban. Soha nem terjedt át emberről emberre. Most pedig azt látjuk, hogy a sertés influenza sokkal kisebb károkat okoz, mint bármelyik átlagos influenza hullám. Ez a H5N1 vírusra és az általa kiváltott madárinfluenzára emlékeztet. Akkoriban a WHO egy olyan világméretű influenza járványra hívta fel a figyelmet, amely akár 7 millió halottat is követelhetett volna. A kormányok milliókért rendelték meg az influenza elleni oltóanyagokat, a Tamiflut és a Relenzát. Bár a vírus az egész világon elterjedt, emberek csak ritkán betegedtek meg. Így aztán a madárinfluenzában világszerte sokkal kevesebb ember halt bele, mint amúgy a teljes átlagos szezonális influenzákba szoktak. Ezért a kijelentésért Klaus Csőr a felelős. Ebben az időpontban ő volt a WHO oltási igazgatója, és a botrány után átment innen a Novartis gyógyszerkoncernhez. A WHO és a gyógyszeripar kapcsolata újra és újra kritikára szolgáltatnak okot. Ha egy kicsit pontosabban utána nézünk, hogy hogy is épül fel ez az egész, nem fogunk ezen meglepődni. Mint ahogy globális szinten a WHO a 194 tagállamával, úgy nemzeti szinten is létezik Németországban egy egészségért felelős szövetségi minisztérium, úgynevezett BMG. Egy bizonyos fokig a Robert Koch intézet a BMG végrehajtó szerve. Az ő feladatuk a betegségek felismerése, megelőzése és legyőzése. Más szervezetek is támogatják az intézetet feladata végrehajtásában. Nemzetközi szinten sem lehet megfeledkezni az oltóanyagiparhoz fűződő szoros kapcsolatról. Egyrészt a Robert Koch intézet épületében található az Influenza nevű munkaközösség. Ez 4 gyógyszergyártó ötlete volt. Az influenza nevű munkaközösség terjeszti elő az influenza megelőzését célzó javaslatokat. 2006 óta közpénzből finanszírozzák. Egy tanácsadó testület támogatja munkáját. Ez 9 szakemberből áll, ebből 5 az oltóanyagipar képviselője. Másrészt ott van még a Paul Ehrlich intézet. Ők szintén a szövetségi egészségügyminisztériumhoz tartoznak. A PEI felelős az oltóanyagok biztonságáért, és ő engedélyezi az oltóanyagokat. A Paul Ehrlich intézetet is közpénzekből finanszírozzák. Az oltások konkrét ajánlását viszont egy másik intézmény állítja ki, az Állandó Oltási Bizottság. Az ajánlott oltások költségeit pedig a társadalombiztosításnak kell állnia. Tehát az Állandó Oltási Bizottság ajánlásai közvetlen befolyással vannak az egészségügyi rendszerben fellépő költségekre, valamint a gyógyszeripari termékekből származó bevételekre. Az Állandó Oltási Bizottság 17 tagjából 12 önként számolt be arról, hogy az oltóanyaggyártók fizetik vagy az utazási költségeiket, vagy a tiszteletdíjaikat, illetve részt vesznek az engedélyezéshez szükséges vizsgálatokban. 7 közülük pedig tagja a gyógyszergyártók tanácsadó bizottságának. Ez a szerveződés annyira tömör, hogy képtelenség rendesen átlátni. Az egész rendszerben a gyógyszeripar dominál, kész lehetetlenség, hogy egy átlag kezelő orvos szét tudja választani a beteg érdekeit a gyógyszeripar érdekeitől. Még egy személyes adat. Miután 9 évig vezette az Állandó Oltási Bizottságot, professzor Heinz Josef Schmidt úgy döntött, hogy munkahelyet vált. Ő felügyeli a Novartis, Vaccines és Diagnostics oltóanyaggyártó cégek oltóanyagainak klinikai vizsgálatait. Schmidt drasztikus követelésre szánta el magát. Ez pedig a következő. Oltás nélkül egy gyerek se járhasson nyilvános iskolába. Megkérdeztük az utcán az embereket, hogy mit szólnak ehhez a követeléshez. Hát ezt így általánosságban véve nem tartom helyesnek. Én úgy gondolom, hogy a szülőknek meg kellene hagyni egy bizonyos szabadságot, hogy be akarják-e oltatni a gyerekeiket, vagy sem. És amennyiben az állam ebbe túl korán belenyúl, azzal erősen korlátozza az emberek személyes szabadságát. Hát ez nem lehet igaz. Ilyen nincs. Ez olyan, mint egy diktatúra. Senkit sem lehet arra kényszeríteni, hogy mérget adasson be magának, főleg egy gyereknek nem. Ez még annál is rosszabb, mint a felnőtteknél. Ez egyszerűen szemtelenség. Az állami iskola az állami iskola, és a kettőnek semmi köze sincs egymáshoz. Fú, ez nagyon durva. Nagyon érzékeny vagyok arra, ha valamit kötelezővé akarnak tenni. Szerintem már így is túlságosan afelé haladunk, hogy az állam mondja meg, hogy mi a jó nekünk, nekünk pedig az a dolgunk, hogy ezt elfogadjuk. Én pedig alapvetően inkább liberális beállítottságú vagyok. Szerintem ez az egész kötelezővé teszünk minden történet úgy, ahogy van rossz. De felvilágosításra viszont szükség van, és ez lenne az állam feladata. Hülyeség. Elég ennyi?
A szülőket tájékoztatni kellene, aztán pedig rájuk, hogy nem beoltatják a gyereküket. Az oltások újabb megbetegedéseket is előidézhetnek, tehát a gyerek akár meg is betegedhet. Szerintem a gyerekek menjenek át a gyerekkori betegségeken, ezáltal nagyobb védettséget szereznek. Személyes fejlődésük szempontjából fontos, hogy átmenjenek ezeken, és hogy a szüleik átsegítsék őket ezen az időszakon. Ne higgyük el azt az őrültséget, hogy bármit meg lehet tenni, és hogy mindent el lehet kerülni, hogy tudják meg, hogy ez az élethez tartozik, és hogy a gyerekeket készítsék fel erre, hogy megtanuljunk bánni a szenvedésre, hogy túl tudjuk élni, és a végén megerősödve jöjjünk ki belőle. Ez tényleg nagyon személyes dolog, és mindig vannak olyan mellékhatások, mikor a gyerekek egész életükre kihatóan kárt szenvednek meg ilyenek. Nem, ezt nem lehet így fölülről előírni. Hát, nagyon diszkrimináló szerintem. Szerintem ez felháborító. Akkor maradjanak otthon. Pandemrix nevű madárinfluenza elleni oltóanyag engedélyezése szokatlan körülmények között folyt. Ez azt jelenti, hogy azelőtt lett engedélyezve, hogy megvizsgálták volna, hogy megfelelő a hatékonysága és mik a mellékhatásai. Az olvasónak tudnia kell, hogy arra a kérdésre, hogy milyen mértékben vagy ideig képes egy oldásvédelmet biztosítani, több szempontból sincs megbízható válasz. Így nyilatkozott professzor Haas, aki évekig a STIKO tagja volt. Minden olyan évjárat, amit be kell oltani, például a méhnyakrák elleni oltással, a gyártóknak nagy összegű, körülbelül 150 millió eurós bevételt jelent. Az USA-ban 1982 és 1987 között egyetlen DPT oltás ára 11 centről 11,4 dollárra növekedett. Az oltóanyag gyártói oltásonként 8 dollárt raktak félre, hogy ebből tudják fedezni az agykárosodott, illetve az oltás miatt meghalt gyerekek szüleinek fizetendő jogi költségeiket, valamint a kárpótlást. Ezzel csak azt bizonyítják be, hogy már több mint 25 éve tudnak az oltások égbe kiáltó veszélyeiről és a károsodásokról. Oltóanyag következtében bekövetkezett higanymérgezés. Tanulmányok bizonyítják, hogy az autizmus a higanymérgezés új formája. Dr. Laura Havidson, a Pittsburghi Egyetem oktatója, egyik tanulmányában kimutatja, hogy a beoltott molyamkölykök autista tüneteket mutatnak. Olyan oltásokat adtak be nekik, amik tiomerzát tartalmaztak. Ez a higanyvegyület még mindig megtalálható az influenza elleni oltásokban. És gondoljuk csak végig, hogy még az olyan súlyos és halálos vírusos megbetegedések elterjedését, mint amilyen az SARS vagy Ebola is meg tudták fékezni oltóanyagok nélkül. Nem az orvosok fejlesztik ki és adják el sikeresen az újfajta gyógyászati termékeket, hanem az ipar hozza létre a nagy hatásfokú és megelőző gyógyszereket, amelyekkel új igényeket teremt. A Paul Ehrlich intézetnek 1978 és 1993 között körülbelül 13.500 olyan esetet jelentettek, amelyeknél fennáll annak a gyanúja, hogy az oltóanyagoknak nem kívánatos mellékhatása volt, ezt röviden UAV-nek nevezik. A bejelentések 40%-ában súlyos szövődményekről volt szó, 10%-ában pedig halálos UAV történt. Bush, az USA elnöke 2005-ben bejelentette, hogy a madárinfluenza miatt 7,1 milliárd USA dollárért Tamiflut vásárol. Az amerikai honvédelmi miniszter Donald Rumsfeld többségi részvényese és egykori vezérigazgatója a Tamiflu jogaival rendelkező Gilead Sciencenek. Németországban is megvalósulhat egy oltási kényszer. A Szövetségi Egészségügyi Minisztérium járványveszély esetén elrendelheti a kötelező oltást. A szomszédos Svájcban éppen most dolgoznak az oltási kényszer irányvonalának újraszabályozásán. A Gyermek és Ifjúsági Orvosok Szakmai Szövetsége, röviden BVOK-jot, olyan nemzeti oltási tervet követel, aminek az lenne a célja, hogy csak az oltási bizonyítvánnyal rendelkező gyerekek járhassanak állami óvodába és iskolába. Időközben sokan harcolnak ez ellen. Viele gehen inzwischen dafür auf die Barrikaden. Az oltásoknak vannak mellékhatásaik, az oltóanyagok tartalmaznak méreganyagokat, ezt nem lehet tagadni. Ez tény, ez a helyzet. Ezért, amikor azt mondják, hogy gyerekkínzás, a gyerekeket nem beoltani, egyszerűen azt kell mondanom, hogy az a gyerekkínzás, ha beoltatják a gyerekeket.
De ez ugyanolyan túlkapás lenne, ha ilyet mondanék, ebbe a hibába pedig nem szeretnék beleesni. Ez most akkor oltási kényszer? Ha most valaki idejön hozzám és azt mondja nekem, hogy be kell oltatnod magad, akkor azt mondom, hogy semmit sem kell. Ezt ma még mondhatom, később ez majd nehezebb lesz. Tudatosítanunk kellene magunkban, hogy minden olyan intézkedés hátterében, amely az embereket a szabadságukban korlátozza, valamilyen mögöttes szándék áll, és ezt a szándékot fel kellene ismernünk. Úgyhogy nem működjünk együtt ebben a dologban, legyen mottunk a következő mondás. Képzeld el, háború van, és senki sem megy oda. Gandhi mondta azt is, hogy az embereknek nem forradalomra van szüksége, hanem evolúcióra, tehát egy továbbfejlődésre, egy tudati fejlődésre, és ez folyamatban is van, ezzel kapcsolatban vannak erőlerépések. Éppen ezért nem arról van szó, hogy az emberek belefáradtak az oltásba, hanem arról, hogy egyre kritikusabbak lesznek az oltással kapcsolatban. És ez rendben is van így, mert egy olyan dolgot, amit én most úgy mondom, hogy végeredményben rosszul és szakszerűtlenül és ennyire a gazdasági érdekekhez fűződően vizsgáltak meg, azt nyugodtan meg lehet kérdőjelezni. Beoltatnátok újra a gyereketeket? Nem, soha többé. Soha. Azok után, amit ma már tudunk, és amit elszenvedtünk, soha. A lányunk az egész életére tönkre lett téve. Ezt a károsodást nem lehet már helyrehozni. Megtanultunk vele együtt élni, de soha többé. Inkább pont, hogy arra szeretnénk figyelmeztetni a szülőket, hogy ne döntsenek túl gyorsan. Ne oltassák be a gyermeküket anélkül, hogy előtte informálódtak volna. És óvaintenénk őket ettől a rendszertől is, ami nem a gyerekek védelmét tartja szem előtt, hanem elsősorban az üzletet.